kakas kukorékolásra mostanában biztos nem ébrednek a kiskörösiek, ugyanis a Város Kakasfőző Fesztiválján minden eddiginél több bográcsban összesen 130-ban rotyogott a pörkölt. A történet persze egy jóval kisebb rendezvénnyel kezdődött 14 évvel ezelőtt. Mindenhol van birkafőző, mindenhol van halászléfőző, kolbászgyúró, sok olyan rendezvény van, ahol igazából abban az időben, 14 év ezelőtt nem láttam még azt, hogy kakasfőző fesztivált valaki rendezett volna. És innen jött az az ötlet, hogy akkor csináljunk egy kakaspörkölt fesztivált. 8 bográccsal kezdtük, 14 év ezelőtt. Leszakadt az ég délbe. Ezt úgy kell kezdeni, hogy itt folyt a víz. Akkor eső volt, hogy egyszerűen hárman tartottuk a sátrat, 8 bográcsba főztünk, megettük, bőrigáztunk, de jó éreztük magunkat. Az önkormányzat is a rendezvény mellé állt néhány év után, és egyre nőtt a rendezvény. Olyan sok bográcsban főtt már a kakas, hogy nem lehetett volna zsűrizni sem annyit, így a versenyből fesztivál lett. Akkor a feladat, meg akkor a költség lett volna, hogy hívunk itt olyan szakácsokat, akik elismert szakácsok, és megkóstolták volna a pörkölteinket, hogy inkább arra költöttük, hogy a gyerekek jó érezzék magukat, ugrálóvárakat, meg sok olyan játékot hoztunk, arcfestést, ami mindenkinek ingyenes. A város polgármesterét, Domonyi Lászlót is egy bogrács mellett ülve, a kakas pörköltet kavargatva találtuk meg. A legfontosabb az, hogy ez a kakasfőző fesztivál, ez egy alulról szerveződő fesztivál volt, tehát egy civil szervezet kezdődött két magánszeméllyel, és 14 év alatt egy óriási fesztivállá nőtte ki magát, és az egész fesztiválnak pont az a lényeg, hogy barátkozzunk, ismerkedjünk, együtt vagyunk, és nincs protokoll, nincs hivatalos program, hanem az a program, hogy együtt vagyunk, és főzzünk egy jó pörköltet, és érezzük jó magunkat, a legjobb benne. Ennek a csapatnak a főszakácsa maga polgármester úr, mi a jó kakaspörköltnek a titka? Ha én ezt elmondanám, akkor mindenki tudna jó kakaspörköltet főzni, de amíg én ezt nem mondom, addig csak én tudok jó kakaspörköltet főzni. Egyébként a jó alapanyag és lassú tűzön kell főzni, a kakas nem szabad nagy hirtelen tűzzel, csak szép lassan rotyogtatni kell. Hány kiló kakas rotyog most ebben a bográcsban? 25 kiló. 25 kiló kakas van, hiszen az egész hivatal itt van, vagyunk rá 45-en. Font Sándor szerint a kulcs a jó alapanyagokban rejlik, a kapirgálós kakasban és a kalocsa környéki fűszerpaprikában. Elárulta, hogy nem csupán a fesztivál miatt vett a kezébe fakanalat, a bográcsozás nála igazi szenvedély. Mániákus bográcsozó főző vagyok. Ezt a baráti körtől örököltem, ahol halászó, vadászó, horgászó barátaim vannak, akik sokkal régebb óta megtanultak főzni, és engem később tanítottak meg, és ők az én, nyugodtan mondhatom, mestereim. Már időnként azt mondják, hogy hűha, kezdesz utánunk érni. Ez egy óriási dicséret egy vadász embertől, aki 40 féle formában tud különféle bográcsos ételeket főzni. Úgyhogy a családi rendezvényeken majdnem mindig én főzök, az az egyik fő eleme az ételnek, összejövünk 15-20, elég nagy családunk van, úgyhogy ezt én gyakorlom, hála Istennek. Ez azt jelenti, hogy aki főz, az mindig egy új ízt állít elő, mert még egyszer ugyanazt a pörköltet nem lehet megfőzni ugyanazzal az ízzel, itt minden pörkölt bográsról bográsra más lesz, és ebbe ez a szép. Idén először Demeter András országgyűlési képviselő is részt vett a kakasfőző fesztiválon. Nekem ez az első alkalom, hogy itt főzek. Nagyon sok helyen szoktam főzni, szeretek főzni birkát is, szeretem a lábszár pörköltet, tehát marhát is sokszor főzünk, hogyha ilyen alkalmak vannak. Illetve most a kakassal, most próbálkozok először, meglátjuk, hogy mi fő ki belőle. Az egyik legfontosabb a helyi alapanyag, ami nem ipari körülmények közül, hanem helyi termelőktől kerül ki. Egyébként alapjáról biztatnék mindenkit arra, hogy ilyen élelmiszert fogyasszon lehetőség szerint a hétköznapokban is, de egy ilyen főzésnél ez mindenképpen egy fontos dolog, hogy helyi termékből készítsük el a pörköltünket. A leglátványosabb bogrács tartóval a Dútra baráti kör büszkélkedhetett. Kakas pörköltjük ugyanis az egyik gyönyörű traktorukra függesztve rotyogott. Ha jól megnézitek, sikerült egy olyan láncot találjunk, ami biztosítja azt, hogy tutira nem esik bele ez a
cseppet teli lévő bogrács a gázlángba, a másik pedig ugye a design, ami reprezentálja azt, hogy mi dutrások a kiskörösi térség egyik legnépszerűbb csapata vagyunk. A legnagyobb helyet kaptuk, tehát ezek az asztalok itt mind arra várnak, hogy a szűk baráti kör itt legyen a kakas elkészültére. Az idén 300. születésnapját ünneplő Harta is egy népes csapattal vett részt a fesztiválon. Egy baráti társaság, szomszédok, barátok, ismerősök, focistársak, együttborozó kollégák, sokan vagyunk. A hartaiak bizony kitettek magukért. Náluk nem csak a bogrács, hanem a tárcsa is előkerült. Ebédre nálunk is kakaspörkölt készül. Fontos, hogy falusi hartai kakasból főzzük, és nagyon fontos, hogy helyi alapanyagokat, helyi hagymát, helyi paprikát és helyi alapanyagokat használunk a főzéshez. Hogy reggelire sem maradjunk éhesen, ezért kakasból fasírtot készítettünk. Hasonlóan, mint egy normál fasírt, de itt az alapanyag az egy kakas. A fesztiválra egy szlovákiai csapat is érkezett. A kakaspörkölt mellett egy jellegzetes szlovák specialitást is elkészítettek, méghozzá jutúrós strapacskát. Most másodszor vagyunk itt, de tavaly, amikor itt voltunk, csak mind nézők, vagy mind vendégek voltunk, de idén döntöttünk, hogy mink is eljövünk ide főzni egy jó kakaspörkölt Szlovákiáról, hogy egymáshoz tudjuk hozzásolítani, hogy ezeket a ételeket, hogy ki jobban tudja megcsinálni. Szerintem a magyaroknak jobb ízésük van, úgy, hogy csak tanulni jöttünk. Tudjuk a nyelvet, ez egy nagy előny nekünk, úgy, hogy el nem tudunk itt veszni, van itt sok barát. Voltunk itt szeptemberben a borfesztiválon, úgy, hogy már ismerősek is vannak itt. Mindig örülünk, ha le tudunk jönni Kiskörösre. A fesztiválon a dekoráció is rendkívül látványos volt. Minden csapat nagyon szépen feldíszítette a sátrát. Kastély Attilának köszönhetően benépesült a Baromfi udvar, de nem csak tyúkokat és kakasokat hozott akasztói gazdaságából, hanem óriás tököket is. Hobbi célból vetettem egy pár magot, inkább most kezdődik ez a dolog, én szeretnék ebből majd minden évben egy kicsit többet és nagyobbat termeszteni. Nem mértük le, de azt gondolom, hogy 100 kiló körül van a nagyobbak. Rakodógéppel pakoltuk föl, és itt a csapattársakkal négyen vesszük le, mert gyakorlatilag nincs rajta fogás, tehát valamire rá kell tenni, egy raklapra vagy valamire, és sokkal egyszerűbb a dolog. Dedák Pál és csapata 9 bográcsban főzte a pörköltet 52 kakasból, ami összesen 230 kiló hús volt. A fesztivál főszervezője elárulta, hogy már megvan a 15. jubileumi rendezvény időpontja is. Azt az adrenalint azt nem tudom elmondani senkinek, hogy mit érzek akkor, amikor például ma kitűztem, hogy 2024. október 12-én kakasfőző lesz. Ha esik, ha nem. Hogy mivel készülünk, azt még nem tudom, de polgármestertől megkaptuk ezt a futballpályát, tehát arra tudunk bővülni. El nem tudjátok képzelni, hogy mekkora összefogás van a városban. Tehát ha nekem kell egy fél méteres cső, akkor hoznak egy 6 méteres csövet, mondjuk a bográs tartónak. Ha kell 100 pad, akkor hoznak 200 padot. Ez egy felejthetetlen élmény. Én szeretném átadni a fiamnak, Balázs fiamnak, mert azért egy kicsit kopunk. Tehát 65 éves lettem, az idén nyugdíjas lettem, benne van őnek is a vérébe. A Krisztián piam is nagyon sokat segít, ő is jön. A lányom az gyesen van, most a második unokánkat várjuk tőle. Úgyhogy a feleségem az teljesített, tegnap 6 csajja, pucolták a hagymát, a paprikát, iszonyatos meló volt. De megcsináltuk, és ők is ugyanúgy mellénk álltak, és le a kalappa előttük. És itt szeretném is megköszönni nekik, hogy most én állok itt ugye a mikrofon előtt, mert egyik sem mer idejönni, hogy ennyire támogattak.